Sikeres pályázatok, újabb topos pályázatokat bíráltak el pozitívan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így a nyertes kérelmek száma jelenleg 346. Kis létszámú otthonok, országos szinten 2500 fogyatékkal élő ember költözhet ki a nagy létszámú ápoló-gondozó otthonokból, folytatódik a szociális intézmények kitagolása, jelentette be Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Ököri Tófülpösön. Támogatás a Szent Imrének, az intézmény a következő időszakban 300 millió forintos támogatásból fejlődhet tovább. Újabb topos pályázatokat bíráltak el pozitívan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A terület és településfejlesztési operatív programban többen is sikeresen pályáztak a megyében, így a nyertes kérelmek száma jelenleg 346. Ezzel a rendelkezésre álló 89,3 milliárd forintos keret kétharmadát már elnyerték a pályázók. A támogatási szerződéseket közel 46 milliárd forint értékben megkötötték, az érintettek 40%-a pedig már az igényelt összeget is megkapta. Az Európai Uniós pályázati források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik a második legnagyobb felhasználható összeg, összesen mintegy 89,3 milliárd forint. A sokrétű feltételi rendszernek köszönhetően csak azok a projektek lehetnek sikeresek, amelyek a döntés előkészítő bizottság javaslata alapján irányító hatósági döntést követően kapják meg a megyei közgyűlés egyetértő nyilatkozatát. A TOP esetében is a munkahelyteremtés, a munkahely ösztönzése az elsődleges feladat és az elsődleges cél. Még az olyan fajta szociális szolgáltatások is, amelyek orvosi rendelő fejlesztés jelentenek, vagy óvoda, bölcsődei férőhely kialakítását jelentik, vagy kerékpárút fejlesztés is nyilvánvalóan ezeket a célokat szolgálják, és ilyen rendszerben is kellett vizsgálnunk az egyes támogatási kéréseket, hogy mennyire segítik elő a munkahelyi mobilitását, a munkába állást, akár úgy is, hogy a gyermekeket van hová hagyni bölcsődei, illetve óvodai ellátás esetében. A sikeres projekteknek köszönhetően többek között helyi foglalkoztatási paktumokat kötnek, barnamezős területek rehabilitációját végzik el, orvosi rendelőket és önkormányzati épületeket újítanak fel. A pályázók nagyrészt önkormányzatok, de civil szervezetek és egyházak is aktívak voltak. Legutóbb, idén augusztusban 92 pályázat nyert támogatást, közöttük több mint 13 milliárd forintot osztanak el. 633 pályázat érkezett be augusztus 21-ig, a nyertes pályázatok száma 346, és azt jelenti, hogy ennek a rendelkezésre álló forrás keretnek a 66%-át, azaz kétharmadát már el is nyerték a pályázók. Összességében ez 58,8 milliárd forintot jelent. A támogatási szerződések 51%-ban a rendelkezésre forrás kerethez viszonyítottan arányában, azaz 45,8 milliárd forintban megkötésre is kerültek, és 40%-ban pedig a támogatási szerződések aláírását követően kifizetésre kerültek a előlegek. Ez azt jelenti, hogy 36 milliárd forintot már kiutaltak a nyertes pályázóknak. Számukra a következő feladat a kiviteli tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárások lebonyolítása és a kivitelezés megkezdése. Országos szinten 2500 fogyatékkal élő ember költözhet ki a nagy létszámú ápoló-gondozó otthonokból, folytatódik a szociális intézmények kitagolása, jelentette be Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Ököri Tófülpösön. Az állam támogatott lakhatást biztosít az ellátásra szorulók számára. 12 megyéből 29 intézmény nyert támogatást a kis létszámú otthonok kialakítására. Az 50 főnél nagyobb létszámú ápolást, gondozást nyújtó intézmények kitagolásáról még 2011-ben döntött a kormány, mondta el Cibere Károly államtitkár a sajtótájékoztatón. Hozzátette, a kis létszámú otthonokban nagyobb eséllyel valósítható meg a fogyatékkal élők integrációja. Az eddigi visszajelzések is azt igazolják, hogy szükség van a hagyományos intézmények kiváltására, mert a támogatott lakhatás elősegíti az érintettek önálló életvitelét, esetlegesen a munkaerőpiaci aktivitásukat is segíti.
nyitottabbá válik, átjárhatóbbá válik egy támogatott lakhatással működő intézmény, mert egészen más struktúra szerint működik, mint egy nagy létszámú bentlakásos intézmény, ahogy ez korábban működött. Így könnyebben elérhető a fogyatékossággal élő, munkaerőpiacra kihelyezhető fogyatékossággal élő ember. Jelenleg 12 megyéből 29 intézmény nyert támogatást a kislétszámú otthonok kialakítására. Két intézmény, a Kiváltás, a Fülpösdarolcot és Tarpát, és természetesen a környező településeket is, hiszen mindkét esetben a környező településekre is történik költözés. Ezek a települések már erről értesültek, hiszen a pályázatnak fontos feltétele volt, hogy ők már be legyenek vonva. Ahogy említettem, a kidagolásnak fontos feltétele, az eredményes kidagolásnak fontos feltétele az, hogy felkészítsük mind a lakót, az érintettet, aki költözik, mind a munkatársat, mind pedig azt a közösséget, azt a települést, ahova ők érkeznek. A kormány második ütemben 22,2 milliárd forint uniós támogatást nyújt a szociális intézmények kiváltására. A programot 2018-19-re ütemezik. Leghamarabb 2019 elején költözhetnek a nagyobb szabadságot és jobb körülményeket biztosító otthonokba a fogyatékkal élők. Sikeres fiatalokat kell nevelni a jövőnek azért, hogy továbbra is legyenek erős magyar közösségei a Felvidéknek és Kárpátaljának, valamint minden magyar külhoni nemzetrésznek, mondta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke a szlovákiai és a kárpátaljai magyar iskolák hétvégi országos tanévnyitó ünnepségén a szlovákiai Nagyszelmencen. A Kárpát-medencében a külhoni magyar iskoláknak meghatározó szerepük van. Itt formálódik a következő nemzedék öntudata, világképe, itt élhetik meg fokozottabban a nemzethez tartozás élményét, és itt erősödhet fel a szülőföld szeretete, az anyanyelv átadása, hangoztatták a közös tanévnyitó szónokai. A szlovák-ukrán határ mellett fekvő község ökumenikus istentisztelettel egybekötött tanévnyitóján részt vettek a szlovákiai és kárpátaljai magyarság politikai és pedagógus szervezeteinek képviselői, valamint a szlovák kormány képviselői. Kisszelmencet és Nagyszelmencet előbb deszkafal, majd egészen 2005-ig szöges drót választotta el. 12 éve azonban határátkelőt nyitottak az elszakított települések között. A politika a legdrasztikusabb módon húzott falat ember és ember közé a II. Világháború után a nagyhatalmak játékszerévé vált a környék és a régió népe, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke. Amikor idehúzták a határt egy falu közepén, akkor nem volt közvéleménykutatás, akkor nem kérdezték meg, nem volt szavazás, hogy akarjátok-e, hogy a ti falutotokat lebénítsák egyik oldalon is, másikon is, és mind a kettőből zsákfalut tegyenek, és mi erre az abszurd állapotra is szeretnénk felhívni a figyelmet, mind a mellett, hogy mindkét pedagógus szövetségnek úgy alakult, hogy az általában más régióba tartandó tanévnyitó ünnepségeit éppen Ung megyébe tartotta, és akkor jött az ötlet, hogy ha már így van, akkor próbáljuk szellemiekben a két települést összehozni. Egyre népszerűbbek az egyházi iskolák. Az idei évben összesen 210 ezer gyermek kezdte meg ilyen intézményben a tanulmányait, közölte az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Fülöp Attila. Országos szinten az egyházi fenntartású iskolák aránya 13%, a köznevelésben tette hozzá a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium évnyitóján. Az intézmény a következő időszakban 300 millió forintos támogatásból fejlődhet tovább. Idén ünnepli működésének 25. évfordulóját a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium. Az évnyitón Medgyesi Mária igazgatónő kiemelte, az intézmény átlaga a tavalyi évben 4,42 század volt, így a vallásos nevelés mellett az oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Leginkább a diákok iskolánkhoz való ragaszkodásával büszkélkednék ezen a mai napon, arra, hogy boldogan térnek vissza az iskolánkba, hogy nagyon sokan régi szentimrések fölkeresik régi alma máterüket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem szerénytelenség elmondani azt, hogy színvonalas oktatásban részesülnek diákjaink, a tanuló létszám évről évre növekszik.
Ebben az évben 796 diák kezdi meg tanulmányait az intézményben, az iskolához tartozó óvodában pedig 72 gyermeket nevelnek majd. A tanévnyitón az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, az egyházi fenntartású intézmények oktatói és diákjai minden olyan támogatást megkapnak, amelyet az állami intézmények is. Így például érinti őket az ingyenes tankönyv, a térítésmentes étkezés, illetve a pedagógus béremelés is. Fülöp Attila hozzátette, a Szent Imre most egy 300 millió forintos támogatást is kap, ebből az összegből 200 milliót az óvoda fejlesztésére, 100 millió forintot pedig a kollégium felújítására fordítanak majd. Az elmúlt években folyamatosan nő az egyházi iskolák népszerűsége. Azt látjuk, hogy a egyházi fenntartású iskolák aránya országos szinten az úgy 13% a köznevelésben. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy azt is lássuk, hogy 2010 előtt 110 ezer gyerek voltak ilyen iskolában jár, ma ez 210 ezer. És hogyha a rendszerváltásig visszamegyünk, ugye amikor még csak egy pár felekhez rend tarthatott fenn iskolát, akkor 3-4 ezer gyerek volt csak, aki egyházi iskolába járt. Ehhez képest azt gondolom, hogy a mostani 210 ezer gyermek, az látszódik a növekedés, meg az is, hogy az egyházaknak az oktatásban vállalt szerepvállalása, egyébként a közösség megőrzése, a közösség javítása érdekében tett szolgálata, az ezeken a számokon is tükröződik. Az ünnepélyes megnyitón kitüntetéseket is átadott az intézmény vezetője azoknak a pedagógusoknak, akik hosszú évek óta nevelik és oktatják a Szent Imrés diákokat. Magyarországon eddig még nem mutatták ki az afrikai sertéspest is jelenlétét, ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos erősítette meg. Ukrajnában és Romániában is felütötte már a fejét a vírus. A hatóságok mindent megtesznek azért, hogy az ne terjedjen át a határon. Folyamatosan ellenőrzik az Ukrajnából Magyarországra beérkező húskészítményeket, az országba belépő járműveket a határátkelő helyeken fertőtlenítik, a határmenti településeken pedig fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Tábla hívja fel a figyelmet a Bereg-Surányi határátkelőnél. Ukrajnából tilos bármilyen állati eredetű terméket behozni. A szabály nem új, az ukrán-magyar határátkelő helyeken évek óta érvényben van már a tiltás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal emberei most azonban még szigorúbban vizsgálják át a podgyászokat. Ukrajnában már idén is többször mutatták ki az afrikai sertéspestist elhullott állatokban. A fokozott ellenőrzéssel megakadályozhatják, hogy a vírust húsokkal áthurcolják Magyarországra. Minden egyes csomagot felnyitnak a pénzügyőrök is, átvizsgálnak, hogy állati eredetű termékeket vizsgálunk, ezeket nem engedjük be Magyarországra. Hogyha ilyen termékeket találunk, akkor ezeket vissza kell fordítanunk. Hogyha az utasok nem tudják ezeket visszaszállítani, akkor el kell, hogy kobozzák a pénzügyőrök. Ez azt jelenti, hogy a veszélyes hulladékok tárolására alkalmas konténerbe gyűjtjük ezeket, amelyet az állategészségügyi szolgálat fog kiüríteni, illetve azokat a termékeket majd a későbbiekben megsemmisíteni. Egyébként az elmúlt hetekben már többször is ürítették, tehát folyamatosan telnek meg ezek a konténerek, hiszen minden egyes csomagot megvizsgálunk, illetve a belépő forgalomnál nagyon fontos még, hogy mind a tehergépjárműveket, mind a személygépjárműveket és egyéb járműveket is fertőtlenítünk. Barabáson ezen a portán még tartanak otthon sertést. A határmenti településen már csak néhány család foglalkozik sertéstenyésztéssel. Ők félnek attól, hogy a vírus átterjed Magyarországra, ezért megtették a megfelelő óvintézkedéseket is. Igazán a hírekből találkoztunk mi is ebben, tehát halljuk a környékről a híreket, tehát hallottuk arról, hogy túloldan ilyen probléma van. Amit tudok elmondani, hogy gyakorlatilag a hatóság fölkereste a sertéstenyésztőket, akik nem sokan vannak, pár minimális sertéstenyésztő van a faluba, elmondták ennek a pestisnek a veszélyét, illetve a tüneteit. Az afrikai sertéspest is az Európai Unióban 2014-ben jelent meg először. A betegség gyorsan terjed a Baltikumban, Lengyelországban és Ukrajnában nyugati irányba. Ez utóbbi országban legutóbb augusztus 28-án egy tiszaújlaki sertéstelepen hullott el 10 állat afrikai sertéspest is megbetegedésben. De már Romániában, a magyar-román határ közelében levő Szatmár-Németi város szélén egy háztáji gazdaságban is kimutatták a vírust. Magyarországon, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szigorú óvintézkedésekkel, folyamatos ellenőrzésekkel és tájékoztatókkal segítik a hatékony védekezést. Emellett állandó vizsgálatokat végeznek a szakemberek, közel 700 vaddisznóból és több száz sertésből vett mintát ellenőriztek már.
rengeteg vizsgálatot végeztünk ebben az évben is, mint a korábbi években is, de mind házi sertésekben, mind vaddisznókban valamennyi vizsgálat kedvező eredménnyel zárult. Az afrikai sertéspestis sem emberre, sem más állatra nem veszélyes. Kizárólag a házi sertések és a vaddisznók fogékonyak rá. A vírus a környezetbe kerülve viszonylag ellenálló, több hétig is fertőzőképes maradhat, és könnyen terjed tovább. A fertőzött állatokból készített élelmiszerekben több hétig, a fagyasztott húsokban több évig fertőzőképes marad. Az afrikai sertéspestis súlyos, káros hatással lehet a gazdaságra. Egyrészt a fertőzött állományokat és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni, másrészt pedig kereskedelmi korlátozásokat is bevezetnek az adott országgal szemben. Két személygépkocsi ütközött össze szombat délután Nyíregyházán a Váci Mihály utcában. A balesetben hatan sérültek meg, köztük többen súlyosan. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gépkocsikat áramtalanították a baleseti vizsgálat idején, a helyszínt biztosították, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. Benedek Miklós vezetésével szombaton késő este hozta meg a zsűri döntését a 2017-es Vidor Fesztivál versenyprogramjának díjazottjairól. A legjobb nagyszínpadi előadásért járó Dottore díjat és a hozzájáró 1,5 millió forint értékű Fidelio Fortissimo programban való részvételt a Kutyaharapás nyerte el. A darab rendezője Szikszai Rémusz a legjobb rendezés Capitano díját is átvehette. A Szent Iványi Szex Komédia szintén két díjat nyert, az egyiket Hegyi Barbara a legjobb női epizód alakításért, a másikat pedig Pusztai Judit a legjobb jelmez kategória győzteseként. Piero díjat kapott a Férdő szaknévsor, ez lett ugyanis a legjobb kamara színpadi előadás. Székhelyi József és Trokán Péter megosztva a legjobb férfi alakítás díját vihette haza, míg a legjobb női alakításért Stefanovics Angéla kapta a díjat a Szülői értekezletben nyújtott alakításáért. Mészáros Máté Brigella díjat vehetett át, ővé lett a legjobb epizód alakítás. Hippolit életműdíjat Jordán Tamás kapott, Kern András pedig a zsűri külön díjával tért haza a 2017-es Vidor Fesztiválról. Hazaérkezett Taipeiből Szikszai Róbert, aki bronzérmet szerzett a 29. nyári univerziádén. A nyíregyházi diszkoszvető szombaton már rajthozált Budapesten a Magyar Liga döntőjében, ahol 60 méter 74 centiméteres teljesítménnyel a második helyen végzett. Kerekes László tanítványa még három viadalon lép dobókörbe szeptemberben. Éremért utazott és éremmel is tért haza Taipeiből Szikszai Róbert. A Nyíregyházi Egyetem sportszervező szakos hallgatója a 29. nyári univerziádén harmadik kísérletére 60 méter 91 cm-re repítette a diszkoszt, így felállhatott a dobogó harmadik fokára az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Szikszai a junior Európa-bajnoki arany és az U23-as Európa-bajnoki bronz mellé újabb világversenyen szerzett érmet. A magyarok az éremtáblázaton 5 arannyal, 5 ezüsttel és 4 bronzzal a 14. helyen végeztek a 144 nemzetversengésében. Így, ha egy harmadik helyet sikerült szerezni, mindenféleképpen a jó sikerült. 60 méter 91-et dobtam, ami lehetett volna jobb, és ugye nagyon szoros volt a mezőny, ha egy 30-40 centivel dobok nagyobbat, akkor már akár első is lehettem volna. De ugyan igaz ez visszafele is, mert ugye a negyedik is 60 méter fölött volt, ha jól tudom, az ötödik is. Úgyhogy nagyon szoros versenyben egy harmadik helyet sikerült, szerintem ez teljesen elfogadható. A VB-n után vagyunk már, nem tudtuk, hogy kik indulnak el. Ugye a korhatár itt azért megvan szabva, 29 év, ha jól tudom a korhatár. A legtöbb, aki a VB-n volt, az ennél idősebb, és nem indultak el, így sikerült ezt a harmadik helyet megszerezni. Az újdonsült univerziádi érmes szerint Tájvánon a szervezők mindent megtettek azért, hogy emlékezetes versenyt rendezzenek. Nagyon nagy felhajtást csináltak ezek az ázsiaiak, nagyon szeretik a sportot, mint most kiderült. Tehát nagyon biztonságban voltunk, vigyáztak ránk, nem volt semmi gond. 15 ezeres volt, ha jól tudom, a stadion teltház volt az én versenyen is, meg úgy általában már úgy délelőttön is nagyon sokan voltak. Városnézésre nem nagyon volt időm, mert ugye én utolsó nap versenyeztem, így csak egy napunk maradt utána szétnézni, de elég volt ez is.
Szikszai Róbert hazaérkezése után szombaton a Magyar Liga döntőjében 60 méter 74 cm-es eredménnyel a második helyen végzett Kővágó Zoltán mögött. Hétvégén a csapatbajnoki döntőben, majd azt követően Szentesen lép dobókörbe Kerekes László tanítványa. A szezon pedig a tervek szerint a hagyományos ciprusi versennyel zárja a nyíregyházi diszkoszvető. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Újabb topos pályázatokat bíráltak el pozitívan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így a nyertes kérelmek száma jelenleg 346. Ezzel a rendelkezésre álló 89,3 milliárd forintos keret kétharmadát már elnyerték a pályázók. A támogatási szerződéseket közel 46 milliárd forint értékben megkötötték, az érintettek 40%-a pedig már az igényelt összeget is megkapta. Országos szinten 2500 fogyatékkal élő ember költözhet ki a nagy létszámú ápoló, gondozó otthonokból. Folytatódik a szociális intézmények kitagolása, jelentette be Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Ökörító Fülpösön. Az állam támogatott lakhatást biztosít az ellátásra szorulók számára. 12 megyéből 29 intézmény nyert támogatást a kis létszámú otthonok kialakítására. Egyre népszerűbbek az egyházi iskolák. Az idei évben összesen 210 ezer gyermek kezdte meg ilyen intézményben a tanulmányait, közölte az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Fülöp Attila. Országos szinten az egyházi fenntartású iskolák aránya 13% a köznevelésben, tette hozzá a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium évnyitóján. Az intézmény a következő időszakban 300 millió forintos támogatásból fejlődhet tovább. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 4-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Keddestig a Kárpát-medence északkeleti részén még egy távolodó frontrendszer hatása érvényesül, változékony időt okozva. Az előttünk álló éjszaka közepesen és erősen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak, majd estétől mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet. Az esti órákban helyenként még előfordulhat zápor eső. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, majd a déli óráktól átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan eső, zápor is előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban erősen és gyengén felhős időszakok, illetve területek egyaránt előfordulnak. A hosszabb, rövidebb napsütés mellett elszórtan kisebb esőre, záporra is számítani lehet. Szerdán 1-2 fokkal erősödik, majd gyengül a nappali felmelegedés. A hétvégén pedig átmenetileg ismét magasabb maximum hőmérsékleteket mérhetünk.